Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a karanténvlog, itt van Dezse Balázs és Szalai Szilárd, és mielőtt egy kis politikával foglalkoznánk, azért a tegnap esti meccsről beszélgessünk egy kicsit, mert amellett, hogy így jó páran kihortunk egy szívinfarktust lábon és májban, szerintem nagyon érdekes volt az a pillanat, én már nem nagyon tudtam örülni sem a végén a 97. percben, amikor így ezzel az öngóllal kijutottunk az EB-re, amiért gratulálunk, de annyira furcsa meccs volt ez, hogy az elején marhajók voltunk, és arra szeretnék inkább kitérni két dologra. Az egyik a lengyel bíró tevékenysége, és ez mutatja, hogy nem biztos, hogy minden szegmensben annyira erős a magyar-lengyel barátság, mert ilyen gusztustalan módon fújni, tehát egy ideig, mikor pirosokat adott, aztán így átfordult, és olyan szinten tolta meg a bolgár válogatottat, ami egyszerűen... De ez nem azért van, mert most már nem lehet lengyel bíróról, meg bolgár bíróról beszélni, hanem vannak a globalista, meg a szuverenista bírók. Szép lenne, hogy... Köszönjük. Az ukrajna párti bírók és valami extra furcsa volt. Ez az egyik, kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan éltétek meg. A másik pedig Marco Rossi szövetségi kapitány szavai, aki oda szúrt egy nagyon érdekeset, hogy aki figyelte a nyilatkozatát, ugye azt mondta, hogy reméli, hogy azok a magyarok, akik nála sokkal kevésbé szeretik a válogatottat, vagy nem szeretik, azok egy kicsit szégyenkeznek, és máshogy fogják gondolni. Nekem egyből egyébként Teddy barátunk, Farkasházi barátunk arca jutott eszembe, és van még ott a bal oldalon jó pár ilyen. Szerintetek kinek üzent Marco Rossi, és akkor amúgy a meccsről is egy pár szó. Teddynek? Hát Teddy mellett nekem Klára jutott eszembe, tehát azért... Az első Petár Dobrev stadion. Ő már biztos, hogy a másik piros-fehér-zöld csapatnak szurkolt, vagy ha egyáltalán valakinek. Mondjuk egyébként a közvetítésben is sikerült a magyar zászlóját a bolgárt berakni, ez lehet, hogy egy kis jelzés volt így a dobrevisták részéről, hogy hát Magyarország már bolgár zászlóval szerepel. De hát azért, és egyébként ráadásul pont tegnap hirdette meg a Dobrev, hogy a következő, Magyarország következő kormányát Dobrev kormánynak fogják hívni, úgyhogy itt van valami, lélek némi összefüggést felfedezni. Na mindegy, de hogy ez a megjegyzés Rosszinak amúgy tényleg nagyon érdekes volt, mert az milyen lelkület kell már, hogy élsz egy országba, adott esetben szereted a focit, tegyük fel, mert hogyha mondjuk nézed a meccseket és szurkolsz valakinek, akkor valószínűleg ez a felállás. Mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy például az ilyen független objektív balliberális újságoknak nagyon rossz lehetett a tudósítónak lenni, hogy 96. percig kell nézni egy magyar válogatott meccset, és már bekészítetted az ilyen örömködő cikkeket, hogy na, hiába a stadion, meg a dollármilliárdok, Orbán. Meg a minden. Orbán ejtette ki a magyar válogatottat az EB-ről. Ennyi pénzből. És akkor 97. perc elkezdeni újraírni a cikket, az biztos, hogy rettenetesen kellemetlen lehetett nekik. De hogy, na mindegy, szóval, hogy akik a baloldali újságírókon kívül nézik úgy a magyar válogatott meccsét, hogy nem a magyar válogatottnak szurkolnak magyarként, az egy borzasztó lelkületlen. Itt nem is arról van szó egyébként, hogy nem a magyar válogatottnak szurkolnak, hanem kimondottan a magyar válogatott ellen szurkolnak, és egyébként itt van különbség. Mert hát mondjuk... ezek azok az emberek, akik bemennek és meglakják, igen. Bárki ellen játszunk, tehát ha nem tudom, Gibraltár ellen játszunk, akkor is Gibraltárra fogadnak. Igen, mert hogy egyébként az, hogy mondjuk nem szurkolsz a magyar válogatottnak, jó, hát egy jó nagy furkó vagy, de ez van. De hogyha meg tök mindegy, hogy kivel játszik, és direkt azért szurkolsz, hogy bárki csak ne a magyar válogatott nyerjen, hogy te azt a cikket kirakhasd és megírhasd, mert ezzel is lehet szidni az Orbán. Nem is tudom, hogy ez milyen lelki világ kell. Én nem tudom, szerintetek a Momentum egyébként örülne neki, hogyha lenne egy ilyen közös Európai Uniós válogatott? Ezen gondolkoztam, hogy nem kéne egy ilyen felvetés. De csak a román állampolgárságú embereket. Az EU válogatottja. Belgiumokat, meg mindenféle afrikai nemzeteknek. Hát, úgy kéne, igen, afrikai, ázsiai, legyen benne férfi, nő, vegyesen, transz. De nagyon fontos, hogy fehér válogatott ne legyen, mert az már önmagában kirekesztés. Lehet fehér válogatott játékos, de akkor transzneműnek kell lennie. Transznemű. Jó, és csere. És csere. Egyből, igen, nem kezdhet, mert az már a fehér büszkeség kinyilvánítása lenne. Jó, hát az megvan akkor. És lehet, ennek drukk. Azért volt olyan szomorú régen is. És lehetne a Verhofstadt, tehát ez bíró például, lehetne ez egy bíró, nem?
Vagy valami jogállamisági bizottságot a foci csapathoz, hogy egyébként ők vannak a varszobában. Tehát mondjuk egy ilyen Sargentini, uh-huh. Del Bosco, Orfield, Tavares hármas a varszobában, és akkor ők megvizsgálják. Az egy Jurova. És a tiszteletben lehetne a Tavares FC? Ő a vezetőbíró. Mi lenne a neve egy ilyen csapatnak? Vezetőbíró és a magyar baloldali ellenzék. Nem tudom elmondani itt. A baloldali ellenzék meg delegálja a partjelzőket, mert ugye partvonalon kívüli tevékenységre ők már nagyon jól szakosodtak. Úgyhogy akkor ők a partjelzők, Jurova a vezetőbíró, Varszobában pedig ez a trió, és akkor ők megítélik jogállami alapon, hogy mondjuk hogy egy fehér játékos csúnyán nézett egy nem európai származásúra, ezért piros lap és nem. 3 meccses eltiltás. Mi régen ezzel poénkodtunk 10-15 éve, de ez így valósággá vált, de mondjuk nekünk egyből gond is lenne, ha még lehetne nemzeti válogatott, bár az önmagában már kirekesztő, hogy például a címert azt nagyon gyorsan le kéne szedni a keresztet, még hiába így áll, de arra nincs szükség, az már egy gusztustalan dolog. Egyébként maximum igen. Szivárványos mezben lehetne. Egyébként ezen most tényleg röhögünk, egyébként, de láttuk, hogy mi történt a jégkorongban ebben pont az évben. Ezt akartam mondani, hogy a saját sportomban, jégkorongban is. Megvetted? Megvásároltad? Igen, megvetted az új zakót. Tulajdoni lapot, hogy az a te sportod? Ebből az új zakót. Igen, nem. Csak hogy mindig a fociról beszélünk, és a jégkorongról méltatlanul kevés szó esik, pedig azért. Nem, mert tegnap nem jégkorong meccs volt. Jó, hát most attól, hogy nem jégkorong meccs volt, de azért a magyar jégkorong is egy nagyon jó színvonalú a világ viszonylatban, tehát azért sokáig nagyon magasabb polcon volt, mint a foci, most kb. Olyan hasonló szinten. Na, ez már érdekes, mondja. Tehát, hogy most a jégkorongban is ugye hát nem azt mondom, hogy érzékeny, hogy egy szörnyű tragédia áll a szabályozás mögött, de hogy egy olyan szabályozást hoznak be, ami egy kicsit fellazítja a sportot, egy kicsit ugye a fizikalitása ellen lép fel, ugye egy haláleset történt az angol ligában, egy nagyon sajnálatos baleset miatt, és most olyan védelmi szabályokat... Hát bocsáss meg, hogy ez baleset vagy nem baleset, azért itt lehet-e vitatkozni? Mindegy, ebben most nem menjünk bele, ezt ne szakértsük meg nem ez, ez nem a mi feladatunk. És miért nem lett elszámoltatva a játékos, és vajon de mi miatt lehetett? De már letartóztatták, tehát hogy ez majd el lesz számoltatva a végén. Meg most akkor a nézőknek, hogy miről van szó. Tehát arról van szó, hogy a brit jégkorong ligában egy olyan baleset vagy szándékos cselekedet, ez nem derült ki, történt, hogy egy ütközés után, ha jól emlékszem, egy ütközés után a korcsolyával elvágta a torkát egy másik játékosnak, az egyik csapatjátékosa. Egyébként előfordul az ilyen tényleg. Tehát, nem, hogy szerintem rugni akart egyébként. Nem, csak nem. Tényleg előfordulnak az ilyen balesetek, de a gondatlan emberölés tényállás az lehet, hogy megáll, ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ezek után olyan biztonsági garanciákat hoztak be a jégkorongba, ami egy kicsit a jellegét azt megváltoztatja a jégkorongnak. És kell nyomni, nem, de olyan védőfelszereléseket kell használni, ami gyakorlatilag mozgásában korlátozza már a játékost, kicsit Ilyen. Másabb a rendszer, és már felmerültek olyanok, hogy például a jégkorongot egy ilyen speciális félplexinek nevezett sisakba játszák, ahol csak az arcnak a felét védik, akkor, hogy ahelyett teljes védőfelszerelés legyen nyakvédő. Tehát olyan felszereléseket akarnak behozni, ami korlátozza a játékosokat. Tehetnél ellene, hát tiéd a sport. Persze, az enyém a sport. Tehát ami korlátozza, és a lényeg az, hogy ahogyan felhígítjük ezeket a sportágokat, kiveszük belőle ezeket a veszélyesnek ítélt elemeket, nyilván azért a korcsolya meg a penge, és a veszélyes üzem. Ilyenek voltak, és akkor vegyük ki, igen, a jégkorongból legyen szivacskorong, a fociban nem tudom, legyen olyan, mint a kosárlabdában, hogy nem lehet hozzáérni az ellenfélhez. Tehát, hogy vegyük hát ki szépen a jég ezeket. Is szerintem gáz. A jég is csúszós, hát tehát az is veszélyes. Hát egyébként ezeket a csúszásvédős táblákat, amiket a felmosás után kiraknak, az kirakhatnak így a kapuköré. Én azt mondom, hogy legyen kvidics válogatottunk inkább. Igen, és akkor legyen kvidics válogatottunk, és akkor a végén szépen eljutunk erre a pontra, hogy itt most rögcsélünk ezen, hogy majd elítélik azért a fehér játékos, mert csúnyán nézett a feketére, aki elfutott a labdával, és akkor 30 év múlva meg majd ugyanígy ülünk ebbe a stúdió, vagy nem ebbe, hanem egy másikba. Egy kis szűk cellában, amikor mi már túl sértők leszünk a közvélemény számára, akkor lamentálhatunk azon, hogy hát igen, sajnos most már 3 gólt ér az, hogyha transznemű a csatár. És milyen harcok lesznek, hogy még egy transznemű csatárt igazolni. És ugye, és akkor nem is említettük meg azt, hogy most itt a mezekről beszélgettünk, meg az EU válogatott, meg ilyenek, hogy a NHL-ben ez van, hogy kötelező gyakorlatilag szivárvány színű mezeket hordani most már egy csomó csapatnak. Ugye van, hát egy csapat van, ha jól tudom, ami nem, talán a Colorado. Igen, igen. De hát, mert ugye úgy van, hogy bevezették ezt a most nem tudom,
pontosan, hogy hogy hívják, de hogy havonta egyszer kell egy ilyen szivárvány meccset játszani. Ja, Dallas Stars, bocsánat, nem a Colorado. Minden hónapban kell lenni egy szivárvány meccsnek, amit a LMBTQ jegyében játszanak le. Meg ilyen, hogy lehet annak jegyében elképesztő, játszani? És akkor még a korong is, meg az ütő is szivárvány színű ilyenkor. Ja, nagyon kemény. Édes ez a nagyobb kérdés, hogy korong, amit ütnek, azt akartam mondani, hogy egy szivárvány színű korong egyébként hogy látszik jól a jégen, de ezek csak ilyen technikai. Szivárványos jégen. Szivárványos. De még egy nagyon picit visszakanyarodva Rosszihoz, azért kellett neki egy ilyen egyrészt bátorság is, hogy ezt kimondja, tudjuk, hogy ő azért nem rejti véka alá, de az tényleg, ahogy Szilárd mondta az elején, a lelkület. Tehát, hogy milyen lelkületű emberek vannak, és ugye van ez a régi mondás, hogy nekünk kommunistából is a legrosszabb jutott, meg liberálisból is úgy tűnik. Tehát, hogy ha ez föltűnik valakinek, hogy itt ilyen ellenszél van csak azért, hogy mondjuk betartsanak a kormánynak. Tehát, hogy én egyszerűen tényleg félelmetes, ezt nem fogjuk tudni megfejteni ezt a lelkületet, de az biztos, hogy minimum internacionalista, de ezek az emberek valóban jobb, hogyha keresnek maguknak egy olyan helyet, ahol ezt szeretik, mert úgyis mindig arról beszélnek, hogy el kell hagyni az országot, meg nem lehet itt élni. Tessék, ahogy Gyurcsány Ferenc is mondta, lehet menni. Úgyhogy én ezt kívánom nekik, és a végén még azért beszélgessünk egy kicsit egy remek felfedezésről itt a Óbudán, az Árpád fejedelem útjánál, és ezt Szilárdnak fogom ez az ő átadni. Ahogy a hoki az ő sportja, ez az ő felfedezés. Igen, ma Szilárdnak ez tartunk. Ez az én napom. De milyen érdekes az, amikor a létező bicikli út mellé az úttestre festenek föl még új bicikli utat, amivel egyrészt iszonyatosan korlátozzák a forgalmat, másrészt van egy dupla bicikliútunk. Most hogy is van ez? Tényleg így van? Figyelj, én azt mondom, hogy meg kell adni a bicikliseknek is a választás. Jól láttad. Meg kell adni a bringásoknak is a választás lehetőséget. Nem lehet őket belekényszeríteni egy bicikliútba. Tehát ez azért nagyon súlyosan... A pro-choice biciklisek. Igen, ez a pro-choice bicikliútat. Te érted ezt? Rendszere. Tehát, hogy nincs ez, mert hogyha ő 2 méterrel mellette akar menni, Ki az, aki őt megakadályozhatja? De én nem akadályozom ebben. Meg abban se, hogy a forgalmi sávon menjen, csak viseljen következményeit. Én abban sem akadályoznám meg, hogy ne biciklizzen. Ebben főleg nem akadályoznám meg. Ki az, aki biciklizik egyébként is? Hát mondjuk a körúti biciklisávon ez egy jó kérdés. Szóval, hogy De amúgy itt tényleg arról van szó, hogy ugye aki járt már Észak-Budán, az tudja, hogy 2 nagyobb főútvonal van itt, ugye egyrészt itt a 11-es főútnak a folytatása, ahogyan megyünk be a belvárosba, és mellette párhuzamosan az Árpád fejedelem útja van. Jó, hát igen, egy kis kell adni muníciót a 444-nek is, hogy legyen miről cikkezniük. Szóval, hogy az Árpád fejedelem útján ugye egy 2x2 sávos ilyen tehermentesítő főútvonal volt gyakorlatilag, és most elvettek 2x1 forgalmi sávot, hogy 2 irányba bicikli sávot adjanak annak a helyén. Csak hogy 5 méterrel arrébb, tehát konkrétan párhuzamosan az úttal van egy... Nincs az 5 méter. Hát nincs, mert összesen egy járda van, és a járda túloldalán közvetlenül a járda túloldalán, ott van egy kiépített biciklis út. Igen. Tehát, hogy amikor nem kell keresztül buskáznod az autókon, nem sodornak el a kamionok, meg a busz, meg a nem tudom micsoda, hanem csak úgy normálisan tudsz normálisan biciklizni és biztonságosan, az nem jó. Az nem jó. Tereljük el a bicikliseket az útra, és legalább akkor vegyünk el egy sávot attól az úttal, ami egyébként tehermentesíti a másik fő útvonalat, amin óriási dugó van egyébként addig is, amikor még 2x2 sávos volt a tehermentesítő. Figyeljétek meg, hogy itt most ez az új bicikliút, ez azért lett átépítve, hogy tudjanak karókat leverni amúgy mellé. Szinte biztos vagyok benne. Nagyon félek. Hát egyébként elég sok hely van. Tehát ott ezt azért alakították így át logikusan, mert ugye a járdás bicikliúton nem tudtak volna, ugye ott a gyalogos közlekedés elég durván akadályozta volna amúgy. Na jó, csak az oszlopok, és biztos, hogy a idióta az le akarja verni az oszlopot. Na jó, csak akkor azt nézzük meg, hogy ki ez a karós cég. Tehát, hogy mert innentől kezdve, tehát az Üllői úti biciklisávnak például, vagy a körúton lévő biciklisávnak az elkarózása is teljesen értelmetlen. Hát, teljesen. De mondjuk azt mondom, hogy mivel ott nem volt kiépített bicikliút, és mivel ott ugye az út testen megy a biciklisáv, ezért azt mondom, hogy valakinek lehet, hogy ez a szubjektív biztonság, mert hogy az objektív biztonságát nem javítja, de a szubjektív biztonsági érzetét ezt lehet, hogy javítja valamivel.
ettől függetlenül baromi kártékony, mert mentő, tűzoltó, nem tudom micsoda, nem tud lehúzódni. És ott ugye egy kórház sincs ott az ülői után. Egyébként pont tegnap este mentem a körúton, és ahol még nincsen lekarózva, ott jobbról előzött meg egy autó a biciklisávon keresztül, tehát erre használják az autósok egy része a biciklisávokat, úgyhogy baromi biztonságos megoldás volt. Tehát akkor támogatod a lekarózást? Nem, én azt támogatom, hogy szüntessék meg a biciklisávot, és legyen kétszer-két sáv, mert használhatatlan a körút. És esetleg a járdán alakítsanak ki egy biciklisávot, hogyha akarnak, mert ott pont egy tök széles. Akkor viszont kellenek a mobilerdők is. Igen, egy mobilerdőt, lebegő platformokon, vagy nem tudom. Na mindegy, de a lényeg az, hogy akkor ki ez a cég? Tehát itt már teljesen semmi értelme nincsen. Kiderül, hogy a tiéd. Semmi, ez is. Tehát a jégkorongóm mellett van egy ez mellékes, egy kis cég. Mellékes karos cég. Szerintem érdemes lehet a 99 mozgalom környékén keresni a történeted, de majd meglátjuk, hogy mennyi adományt kaptak erre. És most már sok mindent tudunk róluk is, úgyhogy MSZP-s barátaink is nyitogatták a kis adományládát, de hát erről már sokat beszéltünk, viszont elfogyott a műsoridőnk, úgyhogy hőbörögnék még én is itt a biciklisávokon, meg ezeken a kedves embereken, mint Farkasházi Teddy, meg Dobrev Klára, akik gyűrölik, ha a magyar válogatott, vagy bármilyen magyar sport jó pontokat szerez, mert azt egyszerűen nem lehet bírni az internacionalista csapat sokkal erősebb ennél. Mi viszont elköszönünk, jövő héten pedig ismét találkozunk, ha minden igaz. Sziasztok!